Ideálisabb időjárás is el tudtak volna képzelni a felkészüléshez a Marsó-Nyíregyháza kosárlabdázói, akik az edzésszámot 9-ről 10-re növelték ezen a héten. A Városi Stadion, Konditerem, Ötvös Csarnok háromszögben izzadó játékosok a felvezető hetet követően már magasabb fordulatszámon pörögnek, igaz, ezt várja tőlük Sitko Jernő szakmai igazgató. Azért ezen a második héten egy picit tornyosul már az izomláz, a fáradtság. Túl kell esni ezen az első kellemetlen időszakon, és ha ez megvan, akkor utána lehet igazán magas a fordulatszámon dolgozni. Természetesen azért az elmúlt hétnek a munkája mégiscsak benne van a srácokban, és úgy szép lassan azért hozzászokunk a munkához, és egyre nagyobb terhelés lesz majd az edzéseken a feladat. Az elmúlt héten újabb légióssal kötött szerződést a klub, a 25 éves, 193 cm magas, 1-es-2-es poszton bevethető amerikai Tate Unruh jelenleg Ausztráliában játszik. Mindenféleképpen egy olyan játékos szerettünk volna, aki 1-es és 2-es poszton lesz bevethető. Igazából a 2-es poszt az, ami kell nekünk, ugye Brane Savic, Molnár Marci vagy Bús Iván úgy gondolom, hogy meg fogják oldani az 1-es pozíciót. De egy dobójátékosra, egy olyan játékosra, aki az elzárások után kifutásból, bekanyarodásból tud dobni és jól tüzel, egy olyan játékosra mindenképpen szükségünk lett volna. Remélem, hogy ő ilyen lesz. Amit az ausztrál bajnokságban produkál az 51% fölötti 3 pontos dobó statisztika, talán túl extra is. Ugye itt megkérdőjelezhetjük, hogy mennyire erős az ausztrál bajnokság, de alapvetően a hármast a megyeiben is be kell dobni, tehát ez mindenféleképpen neki négy parancsoló statisztika, és nem csak az ausztrál bajnokságban mutatott, hanem az NCAA-ben mutatott statisztikája is ehhez hasonló. Remélem, hogy ha ide érkezik hozzánk, fogja ezt igazolni, és valóban egy olyan játékos fog beilleszkedni a csapatunkban, aki sokat tud majd segíteni abban, hogy minél jobb eredményt érjünk el. A nyíregyházi kosarasok első edzőmeccsükön augusztus 22-én Nagyváradon lépnek pályára, a hónap végén Kassára látogat a csapat, a szeptemberi programban pedig 3 felkészülési torna szerepel.